Az igazi fák sosem horkolnak. Az elhagyatott réten szerdánként van a bujócskázás világnapja. Persze csak azokon a szerdákon, amikor mindenkinek van kedve hozzá. Na, ez pont egy ilyen szerda. 10-ig számolok, aztán megkereslek benneteket, mondta a többieknek Valér, mert éppen ő volt a hunyó. Zödön, Titusz, Pofánka, Hilda, Fityirc, meg... Béla bá gyorsan elindult hát búvóhelyet keresni. Egy! Zödön gyorsan eltűnt egy foltos lepénybokor rejtekében. Titusz a sárga mészköpő fűben keresett menedéket. Kettő! Pofánka bemászott egy nagy réti zselé cserje mögé, Hilda megpróbált olyan lenni, mint egy vadpadlizsán. Három! Fityirc pedig a csőlakó kavics kukacok között igyekezett észrevétlenné válni. Négy! Már csak szegény Béla bá állt tanácstalanul az elhagyatott réten. Hová bújjak, hová bújjak? Tépelődött magában. Öt! Szerinted mihez hasonlítok a legjobban? Kérdezte egy araszögdécselő lábos csigától. Hát, lássuk csak... Leginkább talán egy öreg kiszáradt fára emlékeztetsz. Valami kedvesebb is eszedbe juthatott volna? Sóhajtott Béla bá. De azért köszönöm a segítséget. Hat! A csiga elhúzott egy dúsan termő mezei csipeszbokor felé. Béla bá pedig gondolkodni kezdett, mit csináljon, hogy tényleg úgy nézzen ki, mint egy öreg fa. Három ötlete támadt. Rövid töprengés után a másodikat választotta közülük. Keresett is gyorsan egy megfelelő ligetet. Ha ügyes leszek, így biztos nem talál meg Valér, gondolta. Aztán megpróbált úgy csinálni, mintha egy volna az árnyas kis liget fái közül. Hét! Nyolc! Nem bírom a szerdákat. Szétmegy a fejemától a hangzavartól. 9 és 10. Fejezte be Valér gyorsan a számolást, mert nem szívesen vitatkozott varázsgombákkal. Aki bújt, aki nem, megyek! Borzasztó! Először Pofánkát találta meg, aztán Zödön, majd Titusz, és Hilda. Legutoljára pedig Fityirce. Csak Béla bá nem volt sehol. Elég fárasztó dolog fának lenni, gondolta közben Béla bá ligetben, mert már is kezdtek elzsibbadni a karjai. Nagyot ásított, aztán váratlanul álomba mer. Álmában igazi fa volt. Mindenfelé friss levelek zöldeltek rajta. Az odujában egy vicsormókus lakott. Ágai között pedig egy öreg borosta pók szövögette hálóját. Göcsörtös gyökerei alatt egy szőrmók vakarc, ráncos kérgén pedig néhány recskeszú, más néven pohos résbogár vert tanyát. Úgy érezte magát, mintha egy nagy ház lenne, sok boldog lakóval. Amikor túl meleg volt, árnyékot adott lakóinak. Ha meg éppen esett az eső, lombja alatt keresett menedéket az elhagyatott rét sok-sok lakója. Egy napon aztán egy kék tollú nyihánc költözött a lombjába megbúvó fészekbe. Megvagy! Milyen kár! Mondta álmos hangon Béla bá. Már éppen kezdtem elhinni, hogy igazi fa vagyok. Igen ám, csak hogy az igazi fák sosem horkolnak. Tőled meg visszhangzott az egész elhagyatott rét.
Hazafelé menet Béla bá elmesélte a többieknek a vicsormókust, a barostapókot, a szőrmókvakarcot, a recskeszúkat, meg a kék tollú nyiháncot is. Lehet, hogy álmunkban sokkal érdekesebb volna bujócskázni, mondta Valér. De jó, akkor én igazi vadpadlizsán lehetnék, ábrándozott Hilda. Szerintem rögtön ki is próbálhatnánk. Ásított Zödön. Elég fáradtak voltak, így ezzel az ötlettel mindenki egyetértett. Le is heveredtek mind a finom napsütötte fűbe. Ki lesz a hunyó? Kérdezte Pofánka. Aki legelőször elalszik, mondta Titusz, azzal lehunyta a szemét. A többiek sietve követték a példáját. Talán mondanom sem kell, kisvártatva az összes kufli édes deden aludt. Aztán már csak a nap bujócskázott odafent a felhők között. Eltűnt, felbukkant, eltűnt, felbukkant, újra és újra, még a bujócskázás világnapja egyszer csak véget nem ért. Vajon, ha egy fa álmodja azt, hogy ő egy kufli, akkor sem horkol? Brumi óriás lesz. Langyos tavaszi reggel volt. Ha bárki azt gondolná, hogy a kuflik, közismert szokásuk szerint, tétlenül heverésztek kupacok tetején, az téved. Nem heverésztek, hanem ácsorogtak. Úgy tetszett, várnak valakit. Igazából kire is várunk? Pofánkára. Ez a történet vele kezdődik. Figyeld, mindjárt megérkezik a következő jelenetben. Nézzétek, mit találtam! Kiáltotta már messziről Pofánka. Ez meg micsoda? Nem tudom, de olyan cuki! Ezerszer megbeszéltük, hogy nincs cukizás az elhagyatott réten. Bocs, elfelejtettem. Nem tudjátok, mi lehet ez? Egy eltévedt növendékprém kukac? Egy törpeporsz téli bundában. Inkább egy sörényes bolhanyú lesz. Dehogy is. Ez nem más, mint egy torkos medvegyik. Tényleg, egy medvegyik. Mi más? De miért torkos? Mert híresen jó az étvágya. Gyátszuk, illetve aranyos, megtartom. Nem jó ötlet. A medvegyik tényleg nagyon falánk állat. De akkor is, toppantott Pofánka. A te dolgod, hagyta rá Hilda. Nem szólhatunk bele. Brumi lesz a neve. Jaj! Mi a fene ez? Az éhes medvegyik jaj veszékelése. Nem fogjátok elhinni. Brumi megette az összes vadmarcipánomat, és még mindig éhes. Elviszem legelni a rétre. Mintha nagyobb lenne ez az izé, mint reggel volt. A kölyök medvegyikok rendkívül gyorsan nőnek. Annyira édes! Pofánka csak alkonyatkor került elő. Képzeljétek! Brumi először vadsóskát evett, aztán vadrépát és vadzabot, utána vadkrumplit, meg egy csomó vadalmát, végül még egy halom vadmarcipánt is. Nekünk azért maradt valami. Hát, nem sok. Beesteledett. A kuflik épp pöckölös bolhapólót játszottak a kupac tövében, amikor ismét felbukkant Pofánka. Van egy kis baj! Brumi megnőtt! Nem félek tőle el az üregemben. Alhatnék ma éjszaka valamelyikőtöknél? Nálam elférsz. Holnap építek Bruminak egy ólat! Másnap reggel kiáltozásra ébredt az elhagyatott rét. Rabló, valaki ellopta a reggelimet. Nekem is. Meg nekem is. Én pedig aludni nem tudtam ettől a rémes nyammogás. Mi történt veled, Brumi? Brumi óriás lett. Ez így nem mehet tovább! Tennünk kell valamit! Gyorsan elővették zsebállat határozóikat. A medvegyék kedvence a ragyás banánfüge.
Ragyásban elfüggő bokrokat arrafelé találtok. Na jó, de hogy vigyük oda Brumit? Felsük ki Zödönt óriás banánfügének, vele talán el tudjuk oda csalogatni. Aztán ott hagyjuk. Biztos nincs más megoldás? Fú, én is pontosan ezt akartam kérdezni. Barátaik szomorúan rázták a fejüket. Pofánka fájó szívvel odaadta nekik a féltve őrzött temperafesték készletét. Micsoda hasonlóság? Zödön nem igazán örült a dicséretnek. Kezdj el sétálni a kupac körül, amikor Brumi észrevesz, szögdítselj a bokrok felé. Zödön megpróbált úgy tenni, mint egy sétáló ragyás banánfüge. Elindult a banánbokrok felé, Brumi a nyomában, a kufliknek követték őket. Szerencsére túl kövér, hogy utolérje. Amikor a bokrokhoz értek, Zödön elbújt, Brumi meg rávetette magát a gyümölcsökre. Gyorsan, lépjünk le! Nem lesz szomorú, amikor észreveszi? Őt egyedül a hasa érdekli. Pofánka nagyot sóhajtott, aztán a többiek után osolt. Ez izgalmas volt? Biztos nem fog visszajönni. A medvegyíkok mindenre csak egyik evéstől a másikig emlékeznek. Nekem azért hiányozni fog. Majd találsz magadnak másik kedvencet. Valami egészen kicsit, ami keveset eszik. Akkor az nem Zödön lesz? Ezt most megbánod. Kiáltott a Zödön, és kergetni kezdte Fityércet a kupac tetején. A többiek nevetve nézték őket. Ettől Pofánka is jobb kedvre derült. Eszébe jutott, hogy Brumi mindenkinek megette a reggelét. Arra gondolt, hogy majd szerez nekik valami más ennivalót. Szerinted jó vége lett ennek a történetnek? Nem tudom, én csak most érkeztem. Egyenesen arra van a film vége. Na, könnyű azt mondani. A világ első kufli zenekara. Csodaszép, kora nyári reggel volt. Könnyű szél susogott a frissen zöldült fűben. Madarak csirpegtek a bokrok ágain, bogarak zözögtek a levegőben. Csigák szuszogtak, ürgék hümmögtek, cickányok ciccegtek, vakondokok hahotáztak, petymegek daloltak, kétfejű lepkehalak jódlisztak mindenfelé. A távolban meg mintha egy zebra pinty köszörülte volna a torkát, bár lehet, hogy az valaki más volt. Mennyire jó kedve van ma mindenkinek, mintha egy nagy, boldog kórus dalolna a réten. Szépen mondod, Pofánka! Biccentet elismerően Titus. Kár, hogy mi nem tudunk se csirpegni, se zözögni, se ciccegni, se semmi effélét. Nyávogni azért megpróbálhatnál. Dugta ki a fejét lakó üregéből Zödön. De vissza is bújt, mert Titus azonnal hozzávágott egy nagyobb acska kavicsot. Hey, én nem kavics vagyok, hanem egy pacok! És ha énekelnénk? Te könnyen beszélsz, Hilda. Neked szép hangod van. De ha én próbálom meg, attól leszakad az én. A rétlakok pedig menekülőre fogják. Hát igen! Mi kuflik általában nem az ének hangukról vagyunk híresek. De hangot adni másként is lehet. Olyan mindenféle... ízékkel is. A hangszerekre gondol? De nekünk nincs semmi ilyesmink. Ha csak az ajtócsengőn nem számít hangszernek. Szerintem akármi jó lehet hangszernek.
Ez az! Nézzünk szét a réten, és mindenki keressen magának valamit, amivel érdekes zajt lehet csapni. Zseniális ötlet! Indulás! Régi szokásuk szerint minden kufli más irányba indult. Ezt én nem értem. Fogalmam sincs, hogy melyik zaj számít érdekesnek. Dünnyögte Zödön, de azért ő is a többiek után szögdécselt. Közben pittyektek a pintyek, zsurmékoltak a zsurlók, bömböltek a bölömbikák, nyíttak a nyüvek, vinnyogtak a virágok, csirpogtak a csirkék, és cingtek a cingárok szerte a réten. És akkor a következők történtek. Hilda talált a fűben egy körömreszelőt. Majd megpengette a körmével. Titus elugrált egy kidőlt ding-dong fa mellett. Hoppá! És megkopogtatta az oldalát. Bélabá épp a szélfúta kalapját kergette, amikor megbotlott egy rozsdás bicikli kerékben. Locsa! Dünnyögte, és végighúzta botját a küllőkön. Valér a derékig érő tyúknyák fűben szögdécselve nekiment valaminek. Na, egy valami! Pofánka dudorászva ugrándozott egy ligeten át, amikor meglátta egy kattogó gyík levedlett bőrét. Fúj, de undi! Zödön egy kövecses lapájon kóborolva. Jé, ez micsoda? Hát nem is tudom. Két jókora likacskőre lett figyelmes. Ezeknek vajon érdekes hangjuk van? Tűnődött magában. Nem tudom, de azért hazaviszem őket. Mi ez a rét? Egy szeméttelep? És Fityirc, hát ő egyelőre csak téblábolt erre-arra. Mikor a többiek hazaértek, kirakták a kupac tetejére szerzeményeiket. Ma, Barzos, igen! Ahogy nézem, ti lesztek a világ legfurább zenekara. De ekkor megérkezett Fityirc üres kézzel. Te nem találtál semmit? De hogy nem? Megtanultam ott utánozni a zsákfejű béka délelőtti ummogását. Tartsunk egy próbát, javasolta Titus. Azt mondom, egy-két, há? Mire mindenki kezdjen zajongani a hangszerével. Egy-két, há! Kiáltotta Titus, mire az összes kufli lármázni kezdett a hangszerével. Olyan hangzavar támadt, amilyet még soha nem hallott az elhagyatott rét. A zajra mindenki odagyűlt, aki csak élt és mozgott a környéken. Ez meg micsoda? Kérdezte az egyikük. Ez nem más, mint a csak hamar világhírű Kuflikupac kis együttes meglepetés koncertje. Nekem bejött? Játszanátok még? Kérdezte egy siketfajd. Szívesen, de örülnénk, ha ti is velünk zenélnétek. Jó! Egy-két, ká! Vezényeltünk már harmadszor Titus, mire az összes jelenlévő belekezdett. Amiben csak tud. El is határozták, hogy azonnal csinálnak egy zenés felvonulást keresztül az elhagyatott rét. A kuflik és a rétlakók hangja, mint egy vidám nap emléke, még jó sokáig ott lebegett, az alkonyodó rét felett. Na végre már, hogy elmentek.